Egy torta rajta a 30-as számmal, és egy kis tűzi játék, amelyhez az egykori alapító képviselői jártak sorfalat. Bár valójában tavaly ünnepelte 30. születésnapját a Primum Alapítvány, a járványhelyzet miatt ezt most egy év csúszással tartották meg a megyeházán. Comba Csaba, a kuratórium elnöke előadásában arról beszélt, a Primum az elmúlt 3 évtizedben a vállalkozások, főként a mikro- és kisvállalkozások támogatásában alkotott maradandót. Kiemelte, hogy az alapítvány fényes jövő előtt áll, hiszen jelenleg is közel 500 üzleti partnerrel rendelkezik. Ki kell emelni ugye a mikrohitelezést, amellyel a kezdővállalkozásokat támogatjuk és segítjük, azon kívül az inkubálást, az inkubátorházban, ahol szintén kezdővállalkozásokat indítunk el mindenféle szolgáltatással, hogy el tudjanak indulni, talpra tudjanak állni. Tehát nem volt ez a 30 év hiába való, és köszönetet szeretném mondani azoknak, akik ezt az alapítványt elindították annak idején. Nagyon-nagyon nagy gondolat és ötlet volt, hogy itt a megyében egy alapítvány létrejöjjön. Látszik, hogy a mai napig létjogosultsága van. A Primum az elmúlt 30 évben több mint 4500 vállalkozást segített mikrohiteleivel, visszanem térítendő támogatásaival, kamat támogatásaival, összesen mintegy 16 milliárd forint értékben. Ezekkel az adatokkal a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezet az elsők között szerepel az országban. Nyilvánvalóan ezen alapítványok főként a mikro- és kisvállalkozásoknak a fejlesztésére, támogatására jöttek létre, illetőleg hát a körül csoportosulnak a szolgáltatásaik, de azt látni kell, hogy a magyar gazdaságban a legnagyobb foglalkoztatók éppen ezek a kisvállalkozások, mikrokisvállalkozások, illetőleg a szolgáltatási szektornak a döntő részét gyakorlatilag ők adják, és a foglalkoztatásban is döntő részt adnak. Úgyhogy szerintem a közérzet szempontjából, az emberek közérzete szempontjából nagyon jelentős szerepe van ennek a vállalkozói csoportnak, és ezt igyekszik kiszolgálni, támogatni a Primum Alapítvány. A rendszerváltást követő egy év az alapítások időszaka volt, mondta el a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés elnöke. Sesták Oszkár hangsúlyozta, ebben az időszakban rengeteg politikai szervezet, civil szervezet, vállalkozás és alapítvány jött létre, de nagy részük egy idő után nem volt fenntartható. Mint mondta, a Primum Alapítvány az elmúlt 3 évtizedben stabil működést mutatott, amire a jövőben is számíthatnak a megye vállalkozásai. Olyan jogosítványokat, olyan tanúsítványokat szerzett meg az alapítvány, amik európai szinten is kompatibilissé teszik ebben a vállalkozás segítő szektorban az alapítványt, és hát bízom benne, hogy a következő 30 év is megtalálja az alapítvány a hivatását, a célját, hiszen a mi megyénkben még nem annyira fejlett az üzleti ökoszisztéma, nem olyan fejlettek még a vállalkozások, nincs még annyi vállalkozást, amennyi üdvösebb lenne, vagy amennyi az ország szerencsésebb felén van, hogy van még bőven tennivalója az alapítványnak a következő 30 évre is. A kuratórium elnöke az eseményen az idei Primum díjakat is kiosztotta. A jeles évforduló alkalmából idén az alapítvány alapítóit díjazták, az elismerésekből civil szervezetek, települési önkormányzatok, valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat részesültek.